A végzős osztályok sorában elsőként kérem, tekintsék meg a 12. A osztály műsorát. Egyben kérem a 12. E osztályt, hogy készüljön a B29-es teremben. Kedves vendégeink! Fogadják sok szeretettel a 12. A osztály műsorát, akik Charles Dickens Karácsony ének című művét dolgozták fel. Egyszer egy este, éppen karácsony este volt. Az öreg hevesi tanár úr javában javította saját osztályának dolgozatait az irodájában. A nyitott ablakon beáramló hideg tél megkocogtatta hőn szeretes dédelgetett diplomáit, melyeket trófeaként helyezett ki dolgozójában. De várjunk csak! Dehogy javított ő dolgozatokat, örült, hogy végre nem kell ilyenekkel foglalkoznia, és van egy kis hajhullásmentes ideje. De tudta jól, ez úgysem tart sokáig. Megérzése be is igazolódott azzal, hogy az osztálycsoportban elkezdték a következő kérdésekkel bombázni. Tanár úr, meddig tart a téli szünet? Tanár úr, ugye januárban még nincs érettségi? Tanár úr, akkor nekünk már vissza se kell menni a suliba? Miután minden értetlenkedő tanítványának kielégítő választ adott, nyugovóra tért. Sokáig forgolódott, nem jött állam a szemére. Már megint te vagy az? Lassan már karácsonyi hagyományá válik a látogatásod. Ma az utolsó osztályodhoz viszlek el. Emlékszel még milyenek voltak kicsi 9. estjén? Ó, igen, emlékszem. Már akkor is tudtam, hogy értem, legnehezebb 4 év előtt állok belül. Most majd újra láthatod őket azokon a bizonyos első napokon. Magas hegyek mögött van a tenger, bubik ég, ott laknak ők a törpik ég. Köszönjük! Köszönjük a Jézus Krisztus! Meséljetek, törpjeim, hogy telik az első fél év a Gárdanyiba? Jaj, törkei, az élet nem csak játék és mese. Tessék elég. Talán légy szíves. Remélem a következő úszás során már nem csak két fő fog átöltözni, és remélem a következő osztálymisére már lesznek önként jelentkező minisztrálók. Mivel matek tanár vagyok, ezért egy diagrammal szeretném vázolni a fél évi teljesítményeteket. Ez itt az egyes tanulók száma. Szerencsénkre vannak ötös tanulók is bőven, ugye lány? Ügyesek vagytok. És azt szeretnék elérni év végére, hogy ez az ív, ez ne így görbüljön, hanem így. Rendben van? Róza, kérlek, fedd a társadat. Hát, hoztam az igazolásokat. Köszönöm szépen. Elmehettek. Dicsérjük! Mindörökké álmodj. Sose lesz már nyugtom? Én a jelen szellem vagyok, gondoltam, én is benézek hozzába este. Nem mondhatom, hogy egy ilyen mérbeli osztály különböző osztályért. Idézzük fel, a 12. ásak kétből napig. Ne, ezt nem vettem bele a számításaim közé. Őszintén megmondom, a tésznyetet én magam is el tudnám tölteni, nyugodtan. Elmennék a pincémhez, diót törnék, pálinkát főznék. Mondjuk furcsánom is, hogy nincs ez a mindennap Isten, ami az osztályommal jár. Szóval nézzük.
Na, ki akar jönni velem a büfén? Én nem megyek veled, ha van nálas pénz. Ha már olyan éhesel, hogy megyünk. Rozi, légy szigazolni kell szendvicset. Hogyne. Köszönöm. Sziasztok, fiatalok, kérem, maradjatok téged pillanatra. Sziasztok, már keresselek. Sikerült megtalálni a kottát? Persze, megtaláltam, mert rákéltem el a pár akkordot, hogy jól hangzott. Rendben, rendben. Barnabás, mit van már iskolában? Még nincs, várja, szerelünk. Jaj, Barnabás. Rendben, fiatalok, remélem mindenki gyakorolt otthon. Ismeritek a szempontokat. Az első szempont, hogy mindenki tanulja meg a szövegét. A második szempont, hogy a szöveget jól artikulálva megrágjuk. A harmadik pedig az érzelmet, fiatalok. Rendben? Nem állunk még annyira jól a gombavatóval, úgyhogy feláldozom a harmadik óra történelem óra. Nagyon szívesen. Sziasztok, gyerekek! Ugye nem felejtettük el, hogy ma írunk a Libácsiból? Hát nem. Ezt nem beszéltük meg. De, hát magyarul is érettségizni akartok, nem? Hát szóval tanárdő, de ott volt a matekóga, a törikóga, és nem beszél a táncpolgárról sem. Persze, mert mindig minden fontosabb, mint a magyar. Fejezzétek már be itt elő a kattásodást, és kérem előre a mobilokat. Na, hát én is mobilom. Na, kérem ide. Dehogy nem. Lányok is itt hátul, az előbb összetett. Ákos, kérem. Nincsen mobilom. Én is sem tudsz nélkül, de tudom, hogy van. Nincsen talán. Hát ott van a zsebedben, kidod veled, így látom, fiam. Az nem a telefonom. Talán, hát mi ez a verset? Ilyet nem is van. Ja, hát felejtettem mondani, hogy de ez benne olyan is, amit nem tudom. Jól van, leületkezik, hogy jobban sikerüljön. Hát, nyertem egy új iPhone. Sziasztok, gyerekek! Majd egy komikus úr. Jaj, sziasztok, ne hallom, nem érszettem. Majd érdemesen megjobb. Lesz, ahol megnézheted, hogy mire vitték a kedvenc tanítványait. Na, én is kíváncsi vagyok. Nem, azt sajnos. Ó, lányos! Segítünk az egyik barátunkat.
Tanulni kellett volna. Kérem a díszteremben helyet foglaló szülőket, hogy adják át helyüket a következő 12. E-osztály hozzátartozóinak. A továbbiakban a műsort a kémiai és biológiai előadókban kísérhetik figyelemmel.